Bicentenáriumát ünnepli a világhírű Prádó. Ennek alkalmából a madridi múzeum egy különleges kiállításon egymás mellett mutatja be Velázquez, Rembrandt és Vermeer műveit. Így összehasonlítást kaphatunk a 16.-17. századi holland és spanyol festészetről. Hagyományosan a két stílusbeli megközelítést másmilyennek tartják. A tárlat azonban 72 alkotáson keresztül épp az összehasonlítási pontokat kívánja bemutatni. 200 éven át a történelem azt súlykolta, hogy a festészet a hely lényegét és a különbözőségét fejezi ki, de ez nem igaz. A festészet pontosan az ellenkezőjét fejezi ki, az európai kultúra egységét, magyarázta a múzeum egyik kurátora. A három nagymester műveit bemutató Párhuzamos víziók című kiállítás szeptemberig látható a Prádóban, Madridban.